Ünnepi beszédet Huba Imre, a Jásznagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke mondott. Ebben az ünnepkörben emlékezünk Szent István királyunkra, akit állam és egyházépítő munkája elismeréseként 940 éve, 1083. augusztus 20-án avattak szenté. Neki köszönhetően működik ma is a vármegye rendszerünk, melynek létrehozása egész Európának mintát adott, számunkra az évezredes történelmünk egyik sarokköve, így méltó és illendő is a vármegyeházán megemlékeznünk róla. Hiszen több mint 70 év elteltét követően ettől az évtől újra a történelmi megnevezés szerint vármegyének nevezzük a középszintű területi egységet, így büszkén viseljük eleink után újra a Jásznagykun Szolnok vármegye nevet. Ez az a tágabb keret, amelyben otthon érezheti magát a jászok, a nagykunok és a szolnokiak közössége. És a különböző identitásaink megőrzése mellett múltunk és jövőnk is itt fonódik össze. Erre a Szent Istváni elfogadó és befogadó lelkületre napjainkban is szükségünk van. Hiszen a szomszédunkban zajló véres háború elől menekülve nap mint nap tízezrek érkeznek hazánkba, és még várat magára a remény, hogy béke szálljon a világra. Béke szálljon Európára. Sok évszázada jász és kun őseink is a hódító háborúk elől menekültek, és életüket, vérüket adták cserébe, hogy a magyarság befogadja őket, és elfogadó, egymás mellett érés közepette végül letelepedtek itt, a Kárpát-medencében, a mai Jászkunság területén, ahol elfogadva az uralkodók által lefektetett törvényeket, mi jászok és kunok abban a kiváltságban részesültünk, hogy még hosszú ideig megőrizhettük saját magunkkal hozott önkormányzatiságunkat is. Majd az elismerések átadása előtt a Szolnoki Tiszatánc Együttes műsorát nézhették meg a vendégek. A táncok a Hortobágy szívéből műsoruk koreográfusa Bója Dávid és Bója Nánási Alexandra volt. A műsor után a Jásznagykun Szolnok vármegyei önkormányzat kitüntető díjait Huba Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, Borbás Zoltán alelnök és Rencné dr. Bezdán Edit vármegyei címzetes főjegyző adta át. Több karcagi és a városhoz kötődő szakember részesült rangos elismerésben. Posztomusz Jásznagykun Szolnok vármegyéért díjba részesült dr. professzor Pintér Sándor gyermekgyógyász. A díjat özvegye dr. Pintér Sándorné dr. Lehocki Helga vette át. Jásznagykun Szolnok vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjba részesült Pánti Ildikó Anna, a karcagi város önkormányzati képviselője, az idegenforgalmi, társadalmi és külkapcsolati bizottság elnöke, az oktatási, kulturális és sportbizottság alelnöke. Jásznagykun Szolnok vármegyei egészségügyi díjat vett át Nagyné László Erzsébet, a karcagi Kátai Gábor kórház főigazgatója. Jásznagykun Szolnok vármegyei gazdasági díjba részesült Kovács Pál, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal energetikai elnök helyettese, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős egykori államtitkár, karcagváros szülötte. Jásznagykun Szolnok vármegyei közművelődési díjat kapott a karcagi székhelyű Kovács Mihály Huszár Bandérium. A díjat Orvos Tóth Endre Sándor, a bandérium elnöke vette át. Jásznagykun Szolnok vármegyei pedagógiai díjba részesült Rideg István, a karcagi Gábor Áron gimnázium nyugalmazott magyar történelem szakos tanára. Jásznagykun Szolnok vármegyei szociális díjat kapott a karcagi többcélú kistérségi társulás, szociális szolgáltató központ, értelmi fogyatékosok napközi otthona. A díjat Kuncsilla intézmény vezető vette át. A Jásznagykun Szolnok vármegyei közgyűlés kitüntető címeit is most adta át Huba Imre elnök és Borbás Zoltán alelnök. A környezeti értékek megismerése, bemutatása, megóvása, védelme, fejlesztése és rehabilitációja érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére a vármegyei közgyűlés települési környezetért címet adományozott karcagvárosi önkormányzat számára. A címmel oklevél és 100 000 forint összegű jutalom járt, melyet Szepesi Tibor karcagváros polgármestere vett át.